Te karatéztál már? Én még soha életemben nem vagyok egy ilyen küzdősporttípus, nagyon békés vagyok, sose verekedtem, de hát valamikor el kell kezdeni. Akkor esetleg egy kis önvédelmet tanulnál szívesen? Persze, sose árt. Ez lesz majd, hogy a könyökből indítjuk az egész technikát, ráfordulunk, és innen egy hosszú ütés, be fogunk majd vinni, most megmutatom, nézd meg! Be fogunk ütni, és ide ráütünk egyet, így. Így fogjuk, és hosszú. Az egyik nagyon híres közösségi portál által, igen, én alakítom most a magyar Jean-Claude Van Damme-nak a szerepét, mivel ugyanazon a részen tört el az órunk, és ugyanúgy ordibálunk a győztes meccsünk után. Van egy jelenet, ami nem hagy nyugodni, tehát szétverte a világot gyerekkoromban, de mégis volt egy jelenet, amikor elmentek a kocsmába, és ittasan kellett táncolnia. Megvan? Persze, akkor most biztos, hogy valami táncsportot fogsz velem kialakítani. Hál' Isten a sport miatt eléggé ruganyos és flexibilis a mozgásom, úgyhogy tetszeni fog, ha esetleg arra mennénk, de remélem, hogy nem. De ne, arra mondtam, hogy zumbázunk egyet, tehát hogy a karate után egy jó zumba szerintem az egy ilyen jó közösségépítő lenne. Imádnád, persze, persze, csinálhatjuk. Hát most crossfit-ezni szoktam, de hát ilyen komoly sportágat nem üzek, mondjuk a hoki. De hát, hogyha megfagyna a víz, akkor kipróbálnám, úgyhogy meglátjuk. Hát még sose csináltam semmi ilyesmit, szerintem korizni se tudok, úgyhogy... De azért lehet, hogy közelebb áll hozzám, mint a többi dolog. Hát miután szeretem a vizet, és amikor ott voltam, hogy az úszás után a vízilabdát választom, a nagyon meleg atlétika pályát, vagy a kajakot, ugye én szolnoki vagyok, ott azért a kajaknak van hagyománya és lehetősége is a Holtisza révén, így ha nem vízilabdáztam volna, szerintem a kajakot választom. Úgyhogy most ezt szeretném kipróbálni itt egy kicsit ebben a tóban. Nagyon szuper volt, nem ilyenre számítottam, kicsit Sasa megpörgette az edzést. Nagyon kemény volt, jól leizzadtunk, de nagyon jól esett, és öröm volt látni, hogy a tömeg szurkolt nekünk, és együtt mozgott velünk. A bringázás az életem az örök része egyébként, meg régen jártam crossfitre, amikor még fénykorom volt. Még nem néztem annyira körül, de amihez kedvet kaptam szerintem, az a sárkányhajózás, ez megtetszett. Nagyon-nagyon tetszett most az újonnan kialakított tó. Tényleg döbbenetes, elképesztően használható is, de látványra is kifejezetten szerintem egy nagyon szép égköve lett a sportág választónak. A kislányommal, a legkisebbik lányommal jöttem, remélem, hogy kedvet kap egy két sportághoz, és sokat kipróbál majd. A hátam mögött látható egy tagball asztal, azon szeretnék egy kicsit játszani. Bevallom, múlt héten már próbáltam, és akkor nagyon tetszett, és most egy kicsit tovább játszanék vele. Ocálko Robert vagyok, parakerékpáros, versenyzem pályán, illetve országúton is. Én nagyon elégedett vagyok, hisz országos csúcsot sikerült dönteni 4000-en, tehát hogy egy 20 másodperccel döntöttük meg a magyar csúcsot. Most jelen pillanatban a Fradi Ökövő szakosztály vezetője vagyok, szakosztály vezetőként jelentem meg ma itt. Viszont hát azt találtuk ki egy kicsit a pimpával, hogy
vagyis a Bedák Palival, a vezetőedzőnkkel, hogy csinálunk egy kis tréninget. Aztán az egész jól sikerült, mert ott elég sok gyereket odavonzottuk, elég hangosak is voltunk, egy jót iskoláztunk, úgyhogy egész jól sikerült, azt látom. Édesapám judózott, úgyhogy hát a birkózás volt közel, úgyhogy ez hasonló rokonsport, úgyhogy lementünk birkózni, de azok elköltöztek utána. Utána anya meg kajakozott, úgyhogy elkezdtünk kajakozni, onnan meg az egész csoportot áttették egy hónap után kenuzni, úgyhogy a kenunál megmaradtam. Alapvetően, amikor valaki és egy szülő a délutáni elfoglaltságot keresi, ez jön szóba. Az egyik a sport, a másik meg a zene. Tehát párhuzamosan haladnak. Tehát ez a kettő dolog, amit választani szoktak, és úgy gondoltuk, hogy ez a két tevékenység egymást kiegészíti, nem kioltja. Zeneiskolák zenetanárai vannak, tehát szakképzett pedagógusokkal lehet elsajátítani ezt a tevékenységet. És ha neked most választani kéne, akkor melyik hangszerre tudnálak rávenni, hogy egy kicsit kipróbáld? Csak a hárfa egyébként, mert próbáltam is, tehát a hárfa. Jó, akkor próbáljuk meg. Megpróbáljuk. Én nagyon sokáig nem szeretem biciklizni, és így a Covid és a járvány ideje alatt elkezdtem biciklizni, egy ilyen kiegészítéskép, és hogy ez is segítette az öltusát is. Futok, biciklizek, tollasozok, focizok, kosarazok, hát ami úgy jön, mindenbe szeretek belekóstolni, wakeboardozok, szóval azért így, szóval sok mindent megpróbálok, és szeretem a vizet, úszni, tehát így, én szeretek sportolni, és ezért mindent is kipróbálok. Én készültem nektek egy kis meglepetéssel, beszéltünk arról, hogy szeretném, ha kipróbálnátok új sportágat, hiszen ez az egyik legfontosabb, és a hátunk mögött úgy látom, hogy a softball zajlik. Hallottatok már erről? Igen, hallottunk már róla szerintem, de ahogy látom, hogy akármilyen méretű labda van benne, én egy kicsit óckodom már tőle. Ugye nálunk nincs nagy történelme, de azért kezdjük bevezetni. A baseball is jó, még nem próbáltam, de szívesen kipróbálom. Judoztam az úszás mellett, az annyira nem tetszett, mint az úszás se annyira. Úgy apukám vitt le a Kásibe kajakozni, és így ott is ragadtam egyből. Hát nagyon szeretek pingpongozni, így az edzőtáborok régen, amikor még szabadott ilyet csinálni edzőtáborba, akkor az összes szabadidőmet végig pingpongoztam.